Folytassuk tovább, és vizsgáljuk meg ezúttal most már valóban, hogy mit tudunk meg a poklosságról a Tanák alapján. Az első előfordulása ennek a szónak Czra, az Semót 4-es fejezetben van a 6-os versben. Nosza dugd kebeledbe a kezed, és kebelébe dugá kezét, és kihúzá, ímé az ő keze poklos vala Czra, olyan, mint a hó pedig Seleg, fehér, mint a hó. Az előző részben megvizsgáltuk ezt, illetve hogy mit tudunk meg a lepráról, illetve a leprásságról, úgy általában, úgyhogy aki nem látta azt a részt, azt javaslom, hogy azzal kezdje. Czra maga a szó három karakterből áll, Czdi, Res és Ajin. Itt látható a Czdi, fölötte kettővel Ajin, illetve alatta kettővel a Res. Piktografikusan a Czdi az utat jelöl, az Ajin az egy szemet, míg a Res az emberi fejet. Hogyha csak ezt a három karaktert nézzük, akkor az utat a szem jelöli ki a gondolatok által. Arra vezet az út, amerre a gondolatok viszik az ember szemét. Ha megvizsgáljuk azt, hogy mit jelentenek, akkor az út az jelenti az utat természetesen, ösvényt, utazást, vagy üldözést, de egyébként igaznak lenni az Czdi. A res az gondolatokat jelöl, akár fejet, de mindenképpen vezetést, vezetőt, vezért, az elsőt, valaminek a kezdetét, vagy a csúcsát. A yin pedig látást, vagy víziót, nézni, tudni valamit, kutat forrást, vagy pedig ruach hakodest, illetve a szó, vagy az ige vezetését. Tehát ez lehet a vezető forrásának az útja is. Persze sok más, mindenkire rábízom, hogy hogyan értelmezi ő, de Czra lehetséges az az út, amely elvezet a vezető vagy a vezér forrásához. Egyébként a szó gyöke az a Czraát, mely leprát jelent legalábbis a mai olvasatban, de egyébként meghajolni vagy megalázni magát valakinek, vagy ütni, sújtani, leütni valakit. Czrát még egy ta karakterrel egészül ki, így lesz 4 a 3-ból. A ta itt lesz jobb alul, és ez két bot, ami keresztbe van téve, ez jel, jelzés, vagy emlékmű, jelkép. Tehát Czrát lehet annak az útnak a jele, mely a vezető kútjához elvisz minket. Így előre csak annyit, hogy Czra, úgy mint poklos, ez egy jelzés a vezetőtől, Jahuától, hogy mi nem jó úton járunk. Ezért ez elvisz minket az ő kútjához, vagy forrásához, ami az ige maga. Az fog minket megtisztítani. A valóságban meg fogjuk látni azt, hogy hányszor kellett az embernek fizikálisan megmosakodnia, hogy megértse azt, hogy egy spirituális problémának van egy fizikális megnyilvánulása, mint oly sok más esetben. Úgy, mint az étkezés, a sabát nap, az ünnepek, vagy éppen a ruházkodás. Fizikális megnyilvánulása spirituális dolgoknak. Ez az első előfordulása tehát a Czra vagy Czrát szónak, úgy, mint sújtani vagy büntetni valakit, amit aztán mi poklosnak értelmezünk. De nézzük is meg, hogy Vaikra 13-as fejezet mit ír a poklosságról. Szól a Jahu a Mosénak és Áronnak mondan. A valamely ember testének bőrén daganat, ez a daganat ez egyébként duzzadás, dudor, ezt megbeszéltük az előző részben, úgyhogy azt javaslom, hogy mindenki azt nézze meg, aki nincs ezzel tisztában. Egyébként szeet, úgy mint duzzadás, dudor vagy hólyag. Ezen kívül tarjagosság, ez pedig nem más, mint bőrkiütés, ótvar, vagy rű, var, heg, seb, szapachat. Vagy fehér folt támad, ez bacheret, fehér folt a bőrön, és az ő testének bőrén poklos fakadékká lehet, a poklos pedig Czraát. Vigyék el Aharonhoz, a paphoz, vagy egy valamelyikhez az ő papfiai közül.
el kellett vinni ezt az embert a papokhoz, akiket így a hua kiválasztott, hogy vizsgálják meg, mi a helyzet. Hármas vers, és nézze meg a pap azt a testbőrén levő fakadékot. Fakadék negá, úgy mint ütés vagy csapás, vagy pedig egy sebhely, vagy kiütés, vagy pedig egy fekély. Érdekes, hogy a szó gyöke az negá, úgy mint ér vagy érint, hozzáér vagy hozzányúl, vagy akár sújt, vagy megver, sért, vagy megüt, bánt, bántalmaz. Ha a szőr a fakadékban fehérré változott, ez a fehér pedig lábán, úgy mint fehér. A lábén szóból ered, mely fehérnek lenni, megtisztítani, kifehéríteni valamit, vagy kifehéredni. És ha a fakadéknak felülete mélyebben van az ő testének bőrénél, akkor ez egy poklos fakadék, mihelyt látja ezt, a pap tisztátalannak ítélje azt. Ez a tisztátalan pedig egy standard szó a tisztátalanra, tamé, úgy mint tisztátalannak lenni, vagy rituális, vagy pedig fizikális értelemben beszennyezni magát, vagy pedig amikor megszentségteleníti vagy a földet, vagy a templomot, vagy magát valaki. A poklosság tehát egyértelműen a tisztátalanságnak a jele. Azt szeretném, hogyha mindenki megérteni, hogy ez egy fizikális jele a spirituális problémának, ami tisztátalanság. Ez nem egy betegség, úgy, mint egy baktérium, vagy valaki csak elkapott valamit, vagy terjed egy korság. Ez egy egyértelmű jelzés Jahuától, hogy az az ember nem jó úton jár. Ez egy speciális bőr probléma, ami az emberen egy látható jelet hagy, erre utal a ta, úgy, mint egy jel. Azért, hogy megértse ő, megértse a többi ember, és így figyelmezteti az atya azt a szemét, akin ez jelentkezik, hogy változtatnia kell azon, amit csinál, és ahogyan csinálja. Nézzük a következő verset. Ha pedig fehér folt van a teste bőrén. A fehér folt az lábán úgy, mint fehér, amit az előbb megnéztünk, de annak felülete nincs mélyebben a bőrnél, és a szőre sem változott meg fehérré, akkor rekessze külön a pap a fakadékos embert 7 napig. Tehát elváltozik az ember bőrének a színe, és fehér lesz. Ha már amúgy is fehér volt, minek lenne fehér? De a lényeg az, hogy ez egy jel az ember testén. Ez egyértelművé teszi a többi ember számára, így nem tud elbújni az ember. Hiszen mindenki látja, hogy mi az, ami történik vele. A 7. napon nézze meg őt a pap, s ha szerinte a fakadék egy állapotban van, át nem terjed tovább a fakadék a bőrön, a pap másodszor is rekessze őt külön 7 napig. El kell múlnia ennek ahhoz, hogy visszamehessen az emberek közé. Ezután nézze meg őt a pap, a 7. napon másodszor is, és ha a fakadék meghalványodott, azaz szépen múlik el a bőréről, és nem terjed tovább a bőrön a fakadék, ha tisztának ítélje őt a pap, tarjagosság az mossa meg azért a ruháit, és legyen tiszta. A meghalványodott egyébként kechek, gyenge, pislákolóvá vált, azaz már annyira nem egyértelmű, homályos lett, vagy erőtlen, sápat vagy fakó. Ez a fehér folt, ami megjelent a bőrén, ez a fakadékkal azonosítja, nagá, utána ez az, amit vizsgál, és ennek a színnek kell eltűnnie a bőréről. Ez ugye az az eset, amikor a folt megmaradt, nem terjedt tovább, sőt halványult, akkor ez tarjagosságnak ítéli, és úgy, hogy ezután a tisztának minősül az ember, és mehet dolgára. Ez a tarjagosság, ez mispachat, mint egy heg, vagy egy var, egy seb. Ez pedig a szapachat, bőrkiütés, var, heg, sebnek a változata, úgy, mint ótvar, vagy rű, például. Meg kell mosni a ruháit, és utána tiszta lesz az ember. De ha tovább terjed ez a probléma a bőrön, miután a papnál volt a megtisztulása miatt, akkor másodszor is jelentse magát a papnál. Ha pedig tovább terjed, ebben az esetben tisztátalan és poklosnak ítéltetik. Ha poklos fakadék lesz az emberen, vigyék tehát a paphoz. Ugye az első esetben, mikor ez a tarjagosság volt, csak meg kellett figyelni az embert, hogy mi az, ami történik vele.
a végén kiderült, hogy ez csak egy egyszerű, hát idézőjebben egyszerű rű vagy ótvar, egy bőrbetegség. Azonban, hogyha már visszatér és terjed ez a dolog a bőrén, és látja a pap, 10-es vers, hogy fehér daganat van a bőrön, és a szőrt fehéré változtatta, és vathús van a daganatban, úgy vathús, mint hogy az egész egy ilyen élő vagy élénk, ez jelenti egyébként a háj vadhús, amit úgy fordít le. Akkor ez egy idült poklosság az ő testének bőrén, ezért tisztátalannak tamé ítélje a pap, ne is rekesztesse külön azt, mert tisztátalan tamé. Egyértelmű, hogyha ez terjed a bőrön, hogy ez az ember tisztátalan. 12. Érdekes, ha pedig folyton fejlődik a poklosság a bőrön, és a poklos fakadék elborítja a fakadékosnak egész bőrét, tetőtől talpig mindenfelé, amerre a pap szemei látnak, és ha a pap látja, hogy ímé elborította a poklosság annak egész testét, a test egyébként bászár, úgy, mint az emberi test, vagy maga a hús, akkor ítélje tisztának azt a fakadékot, táhér, tiszta, mentes valamitől, rituálisan vagy erkölcsileg, úgy, mint hogy megtisztít valamit, tisztának nyilvánít valamit, vagy pedig ugye mentes ettől a problémától már. Tehát ítélje tisztának ezt a fakadékot, mivel hogy egészen fehérré változott, tiszta az az ember. Tahor, tiszta, szennyeződéstől mentes. Mint például a szín arany, amiben nincsen semmiféle más dolog. Tehát az ember megtisztul, amennyiben az egész testét elborítja a poklosság. Nézzük meg gyorsan a Szent Imre verziót. De ha lepra ellepi a bőrt, ez a lepra ugye tsaraat, a betegség egészen befödi, és elterjed fejétől a lábáig, ahová csak néz a pap. A pap vizsgálja meg a beteget, ha megállapítja, hogy ez a kiütés elborítja az egész testet, nyilvánítsa a beteget tisztának, ha egészen fehérré vált, akkor tiszta. Azaz fehérré válik az ember. Most persze azon kívül, hogyha már fehér volt, amúgy is minek vált volna fehérré, a másik dolog az, hogy két probléma párhuzamosan megy. Az egyik ez a fehérré válás, a másik pedig egyfajta bőrbetegség, amit majd folytatni fog a továbbiakban. Sőt, előtte leírta, hogy ez az ótvar vagy rűféle dolog szintén benne van. Ezt el kell különíteni, valakinek meg kell állapítani, hogy mi az, ami történik. Úgy, mint manapság egy orvos teszi azt. Meg kell fejtenie a tüneteket, és időbe telik az, mi kiderül, hogy mi is az, amiről szó van. Szépen lassan terjed az egész bőrön ez a probléma, és a végén az ember fehérré válik. De mihelyt vadhús mutatkozik abban, ez háj, úgy mint az eleven, tehát az egész egy ilyen sebbé változik, egy élő hússá abban a fakadékban, tisztátalan legyen az az ember, tamé, ilyenkor tisztátalan az a poklosság, de ha eltűnik ez a vadhús, és fehérré változik, eltűnik és fehérré változik, akkor menjen a paphoz. Ha megnézi a pap, csak ugyan fehérré változott, akkor ítélje az tisztának. 17-es vers. Tiszta az tahér, illetve tahor. Szennyeződéstől mentes. Még egyszer arra felhívnám a figyelmet, hogy itt különböző bőr problémákról van szó, amit a pap aztán el fog dönteni, hogy melyik irányba induljanak el, hogy ez tiszta vagy tisztátalan, mi a helyzet ezzel. 18-as versben így folytatja, ha pedig valakinek a teste bőrén kelevény volt, ez shahin, úgy mint egy bőrkiütés, ez az a hólyagos, vagy kelés, vagy furunkorús, de begyógyult, és a kelevény helyén fehér daganat van, vagy vörhenyes, fehér folt támad, ez a vörhenyes egyébként Adam-Adam, úgy, mint amiről szó volt, hogy Adám, úgy, mint vöröses, vöröses, barna, gyulladt. Jelentse magát a papnál, ha látja a pap, hogy íme annak felülete alább esik a bőrnél, és a szőr fehérré változott, akkor ítélje az tisztátalannak, tamé, poklos, caraát, fakadék az, ami a kelevényben fakad. Ha pedig megnézi a pap, és íme nincs abban fehér szőr, és nem esik alább a bőrnél, sőt, meghalványodik, akkor rekessze külön azt a pap 7 napig. Megint el kell döntenie, hogy mi legyen ezzel. Ha azonban tovább terjed a bőrön, akkor tisztátalannak ítélje, hiszen ez egy poklos fakadék.
De ha megmarad az előbbi állapotában az a folt, ami rajta van a bőrén, és nem terjed tovább, ez egyébként bacheret, fehér folt a bőrön. Akkor a kelevénynek az csak a forradása, azért tisztának ítélje azt a pap. A következő egy újabb verziója a problémának, ha valaki testének bőrén lesz egy égési seb, és a seb helyén egy vörhenyes fehér folt támad, Adama dám, vöröses, rőt, vagy fehér, és megnézi azt a pap, és ímé a szőr fehéré változott, felülete mélyebben van a bőrnél, akkor az poklosság. Ítélje tisztátalannak. Hogyha viszont nem, akkor rekessze külön a pap ismét 7 napig. Nézze meg a 7. napon, ugye megint csak el kell dönteni, hogy ez a probléma milyen eredetű. Ha tovább terjed, akkor tisztátalan, hiszen az poklos. Ha pedig megmarad olyannak, ami ennek volt ez a folt, és nem terjed tovább, akkor ez egy égési daganat, de egyébként ez egy duzzanat, vagy dudor, vagy hólyag. Úgy, mint ahogy az égés után van egy hólyag az ember testén, a papnak el kell döntenie, hogy ez vajon az égés miatti hólyag, vagy pedig ez egy poklosság. Mindegyik a bőr szín elváltozásáról szól, és úgy tűnik, hogy fehér az, ami a problémát okozza minden esetben. Vaikra 3 Mózes 13 gyakorlatilag egy orvosi útmutató a pap számára, hogy mi a teendő különböző esetekben, hogy el tudja dönteni, hogy az az ember tisztátalan, és amiatt van a probléma, vagy pedig valóban csak az életben történt vele valami. Tehát amennyiben nem terjed tovább, és el is halványodik, akkor az égés miatt van tisztának ítélye, mert égési seb forradása az. Ha valamely férfiúnak vagy asszonynak fakadék támad a fején vagy a szakállában, a pap megnézi ezt, és ha annak felülete mélyebben van a bőrnél, és abban a szőr sárga és vékony, akkor ítélje azt a pap tisztátalannak, var az fejnek vagy szakállnak a poklossága. Láthatjuk azt, hogy ha mélyebben van a bőrnél, és fehérré válik a szőr, akkor ez egy probléma. 31. Ha pedig megnézi a pap ezt a fakadékot, és annak felülete nincs mélyebben a bőrnél, és nincsen abban fekete szőr, akkor rekessze külön a pap, akinek varas fakadéka van 7 napig. Meg kell vizsgálnia ismét, hogy mi a helyzet ezzel az emberrel. A 7. napon megnézi, ha nem terjedt ez tovább, és nem lett benne sárga szőr, és a varnak felülete nem lett mélyebbé a bőrnél, borotválkozik meg az ember, de ezt a részt ne borotválja le, a pap pedig másodszor is rekessze külön a varas embert 7 napig. Ugye ez a fején van, vagy pedig a szakállában, így meg kell néznie, hogy pontosan terjed-e vagy sem, ezért mondja, hogy borotválja le a fejét, vagy a szakállát. Megnézi újra a 7. nap, 2 hét már, és ha nem terjedt el, és nincsen mélyebben a bőrnél, akkor tiszta lesz ez az ember, és akkor mossa meg a ruháit, és így tiszta lesz a végén. De ha miután tisztának ítéli, és ez tovább terjed, akkor nézze meg újra, és csak ugyan terjedt a vara bőrön, akkor ne is kutasson a pap a sárga szőr után, hiszen ez az ember tisztátalan. Szóval, ha visszatér, akkor tisztátalan az ember. A sárga szőr jelenti azt, hogy tisztátalan, hiszen abból a problémából egy más színű szőr jön elő, mint amilyen normál esetben. Normál esetben pedig az fekete, ami megint csak egy jel kellene, hogy legyen mindenkinek, hogy általában feketéről beszél. Sahor. Fekete, és egyébként a sahar szóból ered, mely feketének lenni, vagy megfeketedni. Így az is egyértelmű számunkra, hogy ott a fekete haj, vagy a fekete szakál, úgy általában a fekete szőr volt az, ami jellemző volt az emberekre. Így hát ez az ember meggyógyult, amennyiben a fekete szőr visszatért, illetve, hogyha nem terjed tovább. Tiszta lesz az az ember ekkor. Ha azonban valakinek a testén fehér foltok támadnak, ez egy külön kifejezés van erre a fehér foltra, ez bacheret. Maga a szó bacheret azt jelenti, hogy fehér folt a bőrön. Tehát ha megjelennek ezek a fehér foltok valakinek a testén, akkor a pap megnézi, hogyha ezek halvány fehérek, akkor ez csak valamiféle sömör, bochák. Ártalmatlan fehéres bőrkiütés, nem fertőző, nem örökletes. Úgy, mint sömör. Tiszta az az ember. Ha valakinek egészen elhullik a haja,
és kopasz lesz. A kopasz egyébként kereach, és ez kopasz az egész fejen, vagy pedig a, ugye ahogy a férfiak kopaszodnak a fejtetőn. És ha előről hull el a haja, elől kopasz az, akkor is tiszta. Ha pedig ő egészen kopasz, az egész fején, vagy pedig elől a kopasz fején vörhenyes fehér fakadék támad, poklos fakadék az, az ő egész kopasz, vagy elől kopasz fején. Ha megnézi azt a pap, és a fakadék daganata vörhenyes fehér, és az ő egész kopasz, vagy előkopasz fején olyan forma, mint a testbőrén való poklosság, poklos az ember, tisztátalan az, és igen tisztátalannak ítélje a pap, mivel hogy a fején van fakadékja. Arról beszél, hogy amennyiben a fejen van ez a poklosság, ez a tisztátalan dolog, akkor az ember igen tisztátalan, vagy nagyon tisztátalan. Az sem mindegy, tehát hogy hol jelentkezik az emberen ez a probléma. Így jelzi a bűn vagy a tisztátalanságnak a mértékét. Ehhez szükség van egy papra, aki eldönti, hogy a számos problémából, ami jelentkezhet, úgy, mint egy sömör, vagy egy égés, vagy egy ütés, vagy egy sebhely, vagy egy furunkurus, vagy egy daganat, vagy egy szúnyogcsípés, ezek közül melyik az, ami tisztátalanság eredetű, és melyik az, ami nem. És amennyiben az ember fején van ez a probléma, akkor tisztátalanabb, mint hogyha más területeken jelentkezik. Egy sebről vagy egy bőr problémáról van szó, és a pap el tudja dönteni az alapján, hogy egyrészt a szőr elszíneződötte, a bőr elszíneződik természetesen, illetve, hogy mélyebben van-e, vagy pedig a bőr fölött, vagy a bőr szintjén. Hogy ez tisztátalan, vagy pedig tiszta. Szerintem ebből is egyértelmű, hogy számukra az alapvető bőrszín az nem lehetett a kaukázusi vagy a fehér, hiszen végig arról beszél, hogy ez valamilyen világosabb, fehérebb színű a bőrön. Míg számunkra ezek a bőrproblémák általában úgy jelentkeznek, mint piros. De mindegy is, mert egyértelmű lesz. 45-ös versben elmondja, hogy mi a teendő ezekkel az emberekkel. 45-ös vers, a pokros ember pedig, akin a fakadék van, ez a fakadék, ez a bőr probléma, ez a kiütés, fekély, ez egy általános jellegű bőr probléma. Megszaggatott ruhában és mezítelen fővel legyen. Ezek szerint amúgy nem mezítelen fővel lett volna. Mezítelen fővel legyen, a mezítelen fő az a tisztátalanságnak a jele. És fedezze be bajuszát, és ezt kiáltsa, tisztátalan, tisztátalan. Tamé. A bajusz egyébként szafám, ami kifejezetten a száj felett levő arc szőrzet, mely az étkezés okán különös gondozást igényel. De a szafá, vagy szafáh szóból ered, amely ajak, beszéd vagy szavak, nyelv, nyelvjárás, valaminek a pereme, a széle, a csücske, a partja, úgy, mint a száj, ami egy nyílás, az ember fején, és ennek a pereme széle az ajka az embernek. Gesinius az ajakról beszél, a beszédről vagy a szavakról. Az ember megszaggatja a ruháját, mezítelen fővel van, elfedezi a száját, hiszen tisztátalan az ember, ezért befedezi a száját. És így mondja azt, hogy tamé, tamé, tisztátalan. Mindaddig tisztátalan vagy tamé, amíg rajta van ez a fakadék, tisztátalan ő, csak ő maga lakék a táboron kívül legyen az ő lakása. Azaz egyedül kell élnie, hiszen tisztátalan ez az ember. Ahogyan az előző videóban láttuk az előző részben, ez egy probléma csoport, amit poklosságként összefoglal. Bőr probléma, ami az egész testen jelentkezhet. Több különböző elváltozás van, amelyik súlyosabbnak tűnik, valamelyik kevésbé súlyosnak tűnik, azonban mindegyik, amelyik terjed, a bőrnél mélyebben van, elváltozik a szőrszíne, illetve a bőr színe, az mind tisztátalan. De foglaljuk össze gyorsan. A második verstől, ez ugye Vaikra 13-as fejezet, egészen a 8. versig ez a probléma majdhogy nem mindenféle ok nélkül tűnik fel. Ezután a 9-es verstől egészen haladva le a 17-esig visszatér
ez a probléma. Ha megnézzük a 18-astól egészen le a 28-asig, ez valamilyen gyulladásnak a következménye, vagy eredménye ez a bőrön, ez az elváltozás. Van egy kelevény a bőrén, illetve egy égési seb. A 29-es verstől egészen a 37-esig, vagy a fejen, illetve az állon, fejtetőn, a hajban, a szakában jelenik meg ez a probléma, akár férfi, akár nő. A 38-as és a 39-es versben pedig fehér foltok keletkeznek az ember bőrén, akár férfi, akár nő. A 40-es verstől a 44-esig ez pedig már hajhullásról beszél valamely területén a fejnek. Végül pedig olvashattuk azt, hogy ez az ember a poklos, ez a táboron kívül kell, hogy legyen. Megszagatott ruhában, mezítelen fővel, elfedett szájjal, és azt kell kiáltania, hogy tisztátalan, tisztátalan. Mivel férfi és nő is lehet, ezért valószínűleg nem a bajuszról beszél, hanem az ajkairól, hiszen a nőknek valószínűleg remélhetőleg akkor sem volt bajusza úgy általában. De mindezek a jelek, mint a megszaggatott ruha, a lemeztelenített fej és a száj befedése tisztátalanságot jelentett. Úgyhogy ha valaki megnézi a fej befedése videósorozatot, az megértheti azt, hogyha valaki kifedi a fejét és a száját befedi úgy, mint egy fátyollal, az a tisztátalanságnak a jele. Utána pedig a táboron kívül lakik egészen addig, amíg rajta van ez a tisztátalan fakadék, amely lehet egy élő hús, vagy pedig egészen csak a bőr színének elváltozásáig, amely terjed rajta. Bamibár 4 Mózes 5 megerősíti azt, hogy a tisztátalanok a táboron kívül kell, hogy lakjanak. Második vers, parancsold meg Izrael fiainak, hogy üzzenek ki a táborból minden poklost, és minden magfolyóst, mindenkit, aki holttest miatt lett tisztátalanná. Üzzétek azt ki, akár férfi, akár nő. Táboron kívül üzzétek őket, hogy tisztátalanná ne tegyék az ő táborukat, mivel hogy én közöttük lakozom. Ezek a problémák, Jahuától büntetés, ettől függően azért még úgy viselkednek a valóságban, mint bőr problémák. Terjednek át másik emberre. Ugyanúgy, ahogyan a bűn terjed, ahogyan egyrészt, amit az ember mond azáltal, vagy ahogyan viselkedik azáltal terjed a bűn. Egy spirituális problémának a fizikális megnyilvánulása. Azért csinálta és tette ilyenné ezeket az atya, hogy segítsen nekünk megérteni ezeket a spirituális problémákat. Hogyan terjed a bűn? Úgy, ahogyan a betegség átterjed egyik emberről a másikra. 4. És úgy cselekedének Izrael fiai, és kiűzzék azokat a táboron kívül, amiképpen meghagyta vala Jahua Mosénak, úgy cselekedtek Izrael fiai. Poklosság csapásában vigyázz, ez már Dabarim 5 Mózes 24:8, hogy szorgalmatosan megtartsad és megcselekedjed mindazt, amire a lévita papok tanítanak titeket, vigyázzatok, hogy amiképpen megparancsoltam nekik, aképpen cselekedjetek. Ez már ugye Mosé figyelmeztetése a nép számára. 9-es versben hozzáteszi azt, amit a következő részben meg fogunk beszélni többek közt. Emlékezzél meg arról, amit cselekedett Jahua a te Elohimed Miriammal az úton, mikor kijöttetek Egyiptomból. Ez tehát magáról a problémáról, mint poklosság vagy szaraát, és a következő alkalommal meg fogjuk nézni azt, hogy hogyan is lehetett ettől megtisztulni, és néhány emlékezetesebb esetet. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!